Június 9-én zajlottak le az európai parlamenti választások, és most már nem csak azt láthatjuk, hogy a 21 fős magyar delegáció hogyan oszlik meg, hanem azt is, hogy az európai parlament összetétele milyen lesz. 720 képviselő és 8 képviselőcsoport fogja alkotni a következő 5 évben a parlamentet. Július 16-án megalakult az új európai parlament, Kohán Mátyás Salamandiner újságírójával fog beszélgetni erről, akitől a nulladik kérdésem az lenne, hogy mégis miért fontos az EP-vel foglalkozni. Ugye alapvetően két narratíva van. Az egyik az, hogy minden ország kispadra helyezett politikusát küldi szépen az EP-ben, és gyakorlatilag arról szavaznak ott az emberek, tök sok fizetésért, hogy a műanyag üvegek kupakját, azt most rajta maradjon az üvegen, vagy nem maradjon. A másik narratíva pedig az, hogy mégiscsak a harmadik legnagyobb gazdasági erő a világon, és hogy ez méltó erővel és hatalommal foglalkozik ez a bizonyos EP. Mit gondolsz, hogyan érdemes foglalkoznunk az EP-ben? Szervusz, üdvözlöm a nézőinket, hallgatóinkat is. Ugye mind a kettő narratíva, amit mondtál, egyszerre igaz, és még igaz sok minden más is mellettük. Tehát ez a politikus temető kérdés, ez igazából már nagyon régóta országos vagy pártstratégiák kérdése. Tehát tényleg van olyan párt, egyébként a Fidesz például nem ilyen, tehát ő egy kifejezetten kompetens EP csapatot szokott összerakni minden választáson. De van valóban olyan párt, mondjuk a német CDU-t tudnám így említeni, vagy a hagyományosan a német vagy az osztrák középpártok szoktak így működni, akik valóban kvázi levitézett politikusokat, az országos első vonalból kiszorult politikusokat, korrupciós botrányokkal sújtott politikusokat, vagy azok szele által meglegyintett politikusokat küldenek ki az EP-be. Ezek azok az országok és azok a pártok, ahol jellemzően általában kormányon van egy középpárti erő vagy reménye van arra, hogy a következő 4 évben valamikor kormányra jut, és az európai érdekérvényesítés döntő többségét kormányzati vonalon viszik. És voltak éppen nincsen igazából szükség az Európai Parlamentben jelentős érdekérvényesítő erővel rendelkező politikusokra. De most emellett megjelent egy új stratégia is, vagy egy másik stratégia is, például a francia nemzeti tömörülés, ugye Franciaország legnépszerűbb pártjának, a jobboldali pártjának a stratégiája, ők egyenesen a pártelnököt küldik oda az Európai Parlamentbe, és több magyarországi párt is próbálkozott több-kevesebb sikerrel azzal, hogy az elnökük, tehát a legfontosabb politikusaik az EP-ben ülnek. Ez jelenthet sok mindent, vagy azért vannak ott, mert ez az a választás mondjuk Mideti Szapát esetében, amin a legkönnyebb elindulni, de a nemzeti önülésnek az esetében sokkal inkább arról van szó, hogy Franciaország politikájának minden pólusa, kivéve talán a baloldalt, tehát a valódi szélső baloldalt, a macronistákat, rendkívül fontosnak tartja az európai dimenziót, és legalább annyira fontosnak tartja az európai parlamenti csatateret, mint az otthonit. Tehát épp ezért több olyan párt is van, mert nagy pártok is, mondom, ezek között első helyen a francia nemzeti tömörülés, amely kifejezetten a legfontosabb politikusait küldi az EP-be. Ami azt illeti, hogy az EP-nek mekkora a jelentősége, miért érdemes figyelni rá. Most igaz az persze, hogy az EP a világ egyetlen olyan parlamentje, amely nem kezdeményezhet törvényjavaslatot. Tehát a bizottságtól, tanácstól érkeznek törvényjavaslatok, ahhoz együttdöntési jog van, ahhoz módosítási jog van, ahhoz különböző jelentések tételének a joga van, de valóban nem indulhat ki törvényalkotás magából az EP-ből, ez igaz. Ugyanakkor az EP az EU egyetlen politikai intézménye. Abban az értelemben az egyetlen politikai intézménye, legalábbis a szerződések szerint, mert néha a bizottság is politikai intézménynek képzeli magát, hogy ez egyetlen olyan hely az Európai Unió intézményrendszerében, ahol hivatalosan is megszabad jelennie pártpolitikának. Hát a szerződések szerint alapvetően a tanács az a nemzeti érdekérvényesítésnek lenne a helye, a bizottság meg egy bürokratikus intézmény volna, amely vigyáz egyrészt az európai szerződések betartására, másrészt pedig implementálja a lehető legjobb minőségben az Európai Tanácson meghozott döntéseket. És a parlament volna a szerződések szerint az egyetlen hely, ahol lehetne pártos szempontokat, ideológiai szempontokat érvényesíteni. Ez most azzal egy kicsit megváltozott a szerepe a parlamentnek, hogy a bizottság is vindikál magának Jean-Claude Juncker óta egyre inkább politikai jellegű kompetenciákat, de a mai napig igaz az, hogy egyfajta politikai tőkesújt a parlament az jelent a bizottság számára. Tehát az, hogy átmegy egy bizottsági elnök és az ő programja a parlamenten, az most már korán sem annyira egyértelmű, mint volt a lisszaboni szerződés előtti időnkben, 2009 előtt. És az is folyamatosan egy veszély az Európai Bizottság mindenkori elnöke számára, hogy a parlamentet bármikor visszahívhatja. Tehát úgy érdemes talán nézni a parlamentet, hogy a parlament frakció arányai, a mandátum arányai, azok egy olyan tőkesúlyt jelentenek az Európai Bizottságon, amelyeket megállapítanak minden 5 évben egyszer, és minden 5 évben annak az 5 évnek az elején megállapított
súlyosan szerint húzza jobbra vagy balra, zöld vagy liberális irányba, konzervatív vagy szociáldemokrata irányba a bizottság működését a parlament. Hát, hogyha a parlament által elfogadhatónak vélt keretek közül kilép a bizottság, a parlament közbeléphet. Tehát mindig van egy ilyen tőkesúlyi szerepe, egy ilyen iránymutatói szerepe, egy ilyen befolyásolói szerepe a parlament politikai értelemben, ami meghatározza a bizottság mozgásterét. Hogyha mondhatok erre egy konkrét példát, tehát például amikor biztos beszélünk majd róla a magyarországi uniós pénzek kérdéséről beszélünk, akkor nagyon sokan szeretik figyelmen kívül hagyni azt, hogy a bizottság döntéseinek, meg a tanács döntéseinek a betűjén túl, hogy Magyarországnak milyen követelményeket kellene teljesítenie, azért még az a szempont is masszívan ott van a bizottság tárgyalási stratégiájában, hogy olyan megoldást tud kizárólag elfogadni Magyarország kapcsolatban, ami miatt a parlament nem pucsolja meg. Tehát ilyen tekintetben is, akkor is, amikor konkrét Európai Uniós jogszabályban le van írva, hogy mi volna Magyarország dolga, hogyan lehetne hozzáférni az uniós pénzeinkhez, ilyen helyzetekben is a parlament tisztán politikai és mindenféle jogi szempontot nélkülöző nyomásának a hatása alatt van a bizottság, és azt határozza meg a bizottság mozgásterét a Magyarországgal való tárgyalásban, hogy a parlamenten mi megy keresztül, vagy mi az, amiért helyesebben fogalmazva nem pucsolja meg a parlament a bizottságot. Tehát nem érdemes figyelmen kívül hagyni az Európai Parlamentet, amit érdemes figyelmen kívül hagyni, az az a heti 10 deklaráció, állásfoglalás a gondolata az ujgurok jogairól, meg Sri Lanka terület integritásának a kérdéséről, amelyben valóban úgy beszél a parlament állandóan, hogy semmi illetékessége nincs, és Magyarországgal kapcsolatban is van egy csomó olyan állásfoglalás, amire valóban teljesen felesleges odafigyelni. Arra érdemes odafigyelni, hogy a parlament meghatározza és elég keményen határozza meg a bizottság politikai mozgásterét minden ügyben, köztük a Magyarországot érintő ügyekben is. Beszéljünk kicsit a választások tétjéről. Ugye Magyarországon a választások tétje az a háború vagy béke kérdése, legalábbis e köré csoportosította a kormánypártok a kommunikációját. Máshol is ez volt a választások tétje, vagy igazából lehet egy ilyen össztétet adni minden EU-s tagállamnak, vagy pedig mindenhol igazából ez a választás egyfajta nagymintás felmérés egy következő tagállami országgyűlési választásokra. Bár egyre inkább létezik európai belpolitika, egyre inkább európaizálódnak az európai nemzetek, nemzetállami politikái, és egyre inkább van egy jelenléte a legalábbis az értelmiség, vagy a politika legaktívabbak életében annak, hogy az ő kedvenc pártjuk az melyik frakcióban politizál, és az a frakció mit csinál az Európai Parlamentben. De ennek ellenére én azt gondolom, hogy nem lehet össze-európai tétet meghatározni egy EP választásnak. Nemzeti tétek összességéről lehet beszélni, és ezek a nemzeti tétek gyakran összeállnak nagyon hasonló nemzeti tétekké különböző országok között. Tehát az a háború és béke keretezés, amit a magyar kormánypárt használt Magyarországon, ez például egy teljesen releváns, valid keretezés volt mondjuk az osztrák EP választáson, vagy a francia EP választáson, vagy a cseh EP választáson, vagy a szlovák EP választáson. Tehát több tagállam is volt, ahol valóban élesen megjelent a háború és béke kérdése a különböző pártok szembenállásában. Nyilván mondjuk Lengyelország esetében nem volt háború és béke tematika, mert ez egy olyan téma volt, amelyben árnyalatnyi különbségekkel, de alapvetően a legfontosabb ellenzék és a legfontosabb kormánypárti erő egyetértett az ukrajnai háború kérdésében. Tehát ez nemzeti politikai tétek összességéből áll össze. Magyarországra vonatkoztatva is, meg számos más tagállamra vonatkoztatva is, bőven elég sok tagállamra vonatkoztatva is megáll az a tét, hogy háború és béke volt a választásnak az elsődleges kérdése, ahhoz, hogy ezt valid módon értelmesen lehessen egy nagy összeurópai kérdésnek nevezni. Tehát biztos, hogy volt olyan európai tétje ennek a választásnak, hogy háború lesz vagy béke. Volt olyan európai tétje is ennek a választásnak, hogy legitim lesz-e Európában konzervatív módon politizálni. Ez egy fontos tétje volt. Tehát azért az, hogy meddig tartható fenn az a helyzet, hogyha egy tagállam az Európai Unió fősodrától túlságosan jobbra eltávolodik, akkor az elszigetelhető, megbüntethető, csesztethető. Ez egy fontos kérdése volt a választás, nem csak Magyarországon merült föl, mint kérdés. Fölmerült kérdésként a zöldethelesnek a jövője, egyértelműen fölmerült, és az Európai Unió versenyképessége is egy olyan ügy volt, pláne a zöld átállással ellentétben vagy azzal egy folytonos ilyen vita folyamatban, amit azonosítottunk olyan tétként, amely több európai országban jelentette a politikának a tárgyát. Az egy dolog, hogy akkor ezek voltak a tétek, de egyébként ezek lezárultak, hogy megtörtént a választás, és akkor ezek eldőltek? A háború kapcsán azt hiszem, hogy még egy választás meg kell várni, mert nem még egy EP választás, hanem az amerikait, mire az kiderül, hogy ebben mi lesz a helyzet. Ugye az világosan látszik, hogy az Európai Néppárt az belül egy megosztott, részben megosztott erő,
annak kapcsán, hogy mi volna a helyes ukrajna politika, és éppen miatt, mivel az EPP-nek az álláspontja nem teljesen világos. Szavazásilag teljesen világos, a nemzeti belpolitikák szempontjából nem teljesen világos, hogy az ukrajnai háborúról ők mit gondolnak, ezért nem lehet azt világosan megállapítani, hogy most a háború párti vagy a háború ellenes. Tehát az ukrajnai konfliktust a katonai úton megoldani kívánó, vagy más megoldást keresni kívánó, azt hiszem ez a kevésbé politikai és elemzőképesebb megállapítás, hogy melyik a rész nyert ebből a kettőből. Tehát ez a kérdés nem dőlt el. Az a kérdés eldőlt Ursula von der Leyen újraválasztásával, bár ez jelentős konfliktusok mentén dőlt el, és a továbbiakban is jelentős konfliktusokat fog okozni. Ugye alapvetően a zöldátállás az nagy vonalaiban úgy fog tovább menni, ahogyan eddig zajlott, de ez az elsődleges sérülékenysége is az Ursula von der Leyen féle bizottságnak. Ugye, ha megnézzük azt, hogy hogyan választották őt most újra, lényegében az, ami megmentette őt a bukástól, az a zöld frakció viszonylag zárt kiállása volt Ursula von der Leyen mellett. Nem valósult meg semmi a jobbra való nyitásból. Giorgia Meloni delegációja sem szavazta meg az ECR-ből, néhány teljesen jelentéktelen ECR-os frakció szavazta meg. Ez azt jelenti, hogy az Európai Néppárt és a zöldek viszonya és konfliktusa annak kapcsán, hogy hogyan áll egymással viszályban, vitában az Európai Unió gazdasági versenyképessége és az zöldátállás, ez fogja meghatározni azt, hogy mikor milyen többsége fognak kialakulni az Európai Parlamentben. Tehát ilyen értelemben a bizottság programja szempontjából eldőlt ugyan, hogy marad úgy az zöldátállás, ahogyan volt, de az is világos, hogy ez nem lesz egy stabil irányvonal. Ami biztos, hogy nyert ezen a választáson, és ott tényleg világosan meg lehet alapítani a határvonalat az ez ellen meg az emellett kampányoló erők között, az Európai Unió versenyképessége iránti elkötelezettség. Ugye ez egy ilyen légből kapott felhőszerű, rendkívül tisztázatlan, tizálatlan fogalomnak tűnhet így első hallásra. Valójában arról van szó, hogy az valahogy azért még sincsen jól, hogy az Európai Unió többedik éve negatív vagy nulla gazdasági növekedést tud produkálni, miközben gyakorlatilag mindenki más, minden más nagy gazdasági blokk, ideértve egyébként a nem nagy gazdasági blokk, hanem gazdasági értelemben egy közepesen nagy európai országgal vetekedő háborús Oroszországot is, messze lelépi az Európai Unió gazdasági növekedésben. Tehát ez elkezdett egyre több mindenkit zavarni, és a versenyképességi kérdések azok érdeklik a liberális rinyút, érdeklik az Európai Néppárt, és érdekelnek onnan jobbra is mindenkit. Tehát ez nagyon egyértelműen győzött az EP választáson, az az álláspont, hogy az Európai Unió gazdasági versenyképességén több különböző módszerrel, kereskedelem politika hatékonyabb tételével, esetleg a szankciók felülvizsgálatával, ipari beruházásokkal, az európai ipar támogatásra vonatkozó szabályok liberalizálásával javítani kell. Hát ez biztos, hogy győzött, és mint mondtam, az, hogy egyszerre győzött kvázi Ursula von der Leyen újraválasztásával, zöld újraválasztásával a zöld agenda, és egyszerre kapott egy brutális, tehát 3/4-hez közeli többségét az Európai Parlamentben az EU versenyképességének a növelése. Ez adja meg az alapvető sérülékenységet majd a következő 5 évben Ursula von der Leyen bizottságának. Még mindig valamilyen furcsa módon, vagy lehet, hogy teljesen triviális módon, de a parlamentet egy bal-jobboldali dihotómiába osszuk fel. És hát értelemszerűen így tudjuk vizsgálni a parlament változását is. Orbán Viktor már 2019-ben, de most is 24-ben is egy nagy jobboldali áttörésről beszélt. Hogyan szerepelt a jobboldal? Elérte ezt a nagy áttörő sikert, vagy ez egy hosszabb távú projekt? Mit tud most arról elmondani a mostani jobboldalról? Unalmas válaszom lesz. Nézőpont kérdése. Tehát, hogyha a jobb oldalt úgy számoljuk, hogy az Európai Néppárt a jobb oldal része, és ez az Európai Néppárt számos tagpártja kapcsán, pláne gazdasági tekintetben ez egy értelmes valid keretezés, akkor nem csak, hogy áttört a jobb oldal, hanem igazából illegitimmé vált az a néppárti, szocialista, liberális együttműködés, ami egészen eddig az Európai Unió működését meghatározta, mert akkor voltak éppen, hogyha jobb oldal, bal oldal felosztásban vizsgáljuk az Európai Parlamentet, akkor a jobb oldal győzött. A probléma az ugye, hogy az európai belpolitikák jelentős részében az Európai Néppártól jobbra lévő politikát képviselni, az hitleri képzettársításokat hoz elő, az a barna eső vízióját hozza elő, és egyszerűen nagyon sok európai ország ott tart, még annak ellenére, hogy nagyon sok európai ország, Magyarország, Lengyelország, Ausztria, most már igazából Hollandia is, bemutatta azt, hogy nem jön a barna eső akkor, amikor az Európai Néppártól jobbra álló pártok kormányoznak. Az Európai Néppártól jobbra álló párt vezeti Csehországban is a koalíciót, csak megjegyzem tisztelettel és udvariasan. Tehát
bár ez nagyon sokszor bevizsgálódott, hogy nem így van, hogy jönnek a nácik akkor, hogyha az Európai Néppárttól jobbra is lehet valaki kormánypárt, vagy határozhat meg valaki politikai irányvonalakat nemzeti politikákban. Ennek ellenére nagyon sokan azt gondolják, hogy minden, ami a néppárttól jobbra van, az Hitler környékén van. És ha ebből a szempontból vizsgáljuk, hogy ezt a cordon sanitaire sikerült-e áttörni, tehát lettek-e annyival erősebbek a néppárttól jobbra álló erők, hogy ne lehessen többé fenntartani ezt a, bocsánat a kifejezés, ez idiotikus, tehát empirikusan sok szempontból már megcáfolt tézist, hogy minden, ami a néppárttól jobbra van, az Hitler. Hát ebből a szempontból nem történt meg a jobboldali áttörés. Tehát a mai napig az egy teljesen lehetséges eljárásrend, hogy nem egyszerűen csak az Európai Parlament két új frakciójától, amelyek összességében több mint 100 képviselőt tömörítenek, majdnem az EP negyedét, nem egyszerűen legitim az, hogy ők nem kapnak az Európai Parlamentben a számára jöntem megfelelő alelnöki státuszokat, meg bizottsági elnöki státuszokat, hanem az is legitim, hogy az európai konzervatív és reformerek kapcsán, akiknek a vezetője, Giorgia Meloni, azt hiszem, hogy az elmúlt két évben azért bizonyította, hogy ha valaki nem Hitler, akkor azért ő nem Hitler. Tehát, hogy a nagy olasz jobboldali fordulat, amelynek a része kettő nagy párt az Európai Néppárttól jobbra, azért az semmiféle olyan eredmény nem produkált, ami kibillentette volna egyensúlyából az Európai Uniót, sőt, voltak éppen azért az európai jobboldal egy döntő többsége még kifejezetten puhának is tartja azt, főleg külpolitikailag, amit Giorgia Meloni csinál. Ennek ellenére meg lehet az ECR-ről is csinálni azt, hogy csak a második körben engedik át az alelnökeiket nagyon-nagyon szűk többséggel, és bizottsági osztozkodásnál is például ugye a LIBE bizottság, az Állampolgári Jogi Igazságügyi és Belügyi Bizottság elnöki posztját, amit ők kértek, azt jogállamisági okokra hivatkozva el tudta tőlük venni a liberális Renew frakció. Tehát még a tényleg létező legsimulékonyabban viselkedő jobboldali frakcióval szemben is az a helyzet, hogy még mindig egy szavukba kerül a választás legnagyobb veszteseinek, az ECR-hoz képest kétharmad annyi mandátum is alig rendelkező Renew-nak, az, hogy kitúrja őket a bizottsági felosztások értelmében nekik jár a bizottsági elnöki posztból. Tehát ebből a szempontból nem volt sikeres az európai jobboldali áttörés, ami esetleg sikerként értelmezhető az, hogy azok a műveletek, amikre innentől kezdve kényszerül az Európai Parlament ancien rezsímje, a régi többség, meg az Európai Bizottságnak is különböző erői, annak érdekében, hogy elszigeteljék az európai jobboldalt, ami viszont megerősödött, azok egyre abszurdabbak lesznek. Tehát a Magyarországgal szembeni informális bolykot, tehát annak a bejelentése von der Leyen bizottsági elnök asszony részéről, hogy nem vehetnek részt biztosok a Magyarországon tartandó informális tanácsüléseken. Ez egy olyan dolog, ami az európai tagállamok többségében, ezt ki kell mondani, ez egy abszurd reakció, egy óvodás reakciónak a képét alakította ki, és nem megy ezzel együtt az Európai Uniós tagállamok döntő többsége. Tehát a Magyarországgal szemben legellenségesebb, és főleg a háború miatt legellenségesebb balti és lengyel tömb az, amely emögé beállt, meg az a Svédország, amelynek nyilván vannak sérelmei Magyarországgal szemben a NATO csatlakozás késői megszavazása miatt, de az összes többi kvázi értelmes nagy ország az Európai Unióban ezt a marhaságot már nem csinálja. Egy csomó olyan művelet lesz még ebben az öt évben, amikor meg fogja próbálni az európai mainstream azt, hogy elszigetelje, ne adja meg a politikai jogokat annak a jobb oldalnak, amely mostanra tényleg azért egy fajsúlyos szereplővé nőtte már ki magát az Európai Parlamentben. És ennek az abszurditása, ez épp úgy, ahogy ez Amerikában megtörtént már, ez azt hiszem, hogy át fog szivárogni a szavazókhoz. Hát amit Amerikában látunk, ez például az, hogy Donald Trump ellen ez a toposz, hogy tönkretenni az amerikai demokráciát, és a demokratikus kereteken kívül van, és ezért nem szabad megválasztani, ez látványosan egyre kevésbé működik. Kelet-Németországban az AfD-vel szemben ugyanennek a toposznak az alkalmazása olyannyira nem működik, hogy szinte egész Kelet-Németország, talán egy kivétel, egy tagállam kivételével, egy szövetségi állam kivételével, szinte egész Kelet-Németországban a legerősebb párt minden egyes szövetségi tartományban az AfD. És előbb-utóbb az európai belpolitikának a szintjén is el fogunk jutni arra a szintre, hogy olyan dedósnak, óvodásnak, infantilisnek fog tűnni ez a bolykott elszigetelési mentalitás, hogy a választók fogja kikényszeríteni azt, hogy ennek legyen vége. Még a jobb oldalnál maradva, kicsit rászűkítve egy szereplőre, a Patrióták Európáért képviselőcsoportra. Egyrészt mit lehet róluk tudni, másrészt meg itt megint a siker bukás kérdése, mert hogy egyrészt
amint bejelentették ezt a képviselőcsoportot, igazából nem alig volt ember, aki hitt nekik így a mainstream sajtóba. Aztán most a harmadik legnagyobb frakció lett, ami egyrészt valahol egy óriási siker, de másrészt meg ugye, ahogy említetted is, egyfajta illegitimitással vannak, úgynevezett karantén alatt vannak, hogy mégse tudnak bizottsági tisztségeket, vagy alelnöki tisztséget birtokolni, hogy ez a harmadik legnagyobb frakció, ez mennyire jelent valódi hatalmat, vagy mennyire jelent igazából egy teljes bukás, mert hogy az igazi tisztségeket nem tudják birtokolni. Hát ugye, mivel az igazi tisztségek, visszakanyarodva arra, hogy a parlamentnek mi a szerepe, egy parlamenti alelnöki tisztség és egy bizottsági elnöki alelnöki tisztség az szépen cseng, és a parlament napirendjére nézve valóban jelentős hatalommal bír, de tehát ez az amúgy sem kimondottan nagy törvényhozási hatalommal rendelkező parlamenten belül még egy ilyen alvezéri tisztség. Most ennek az elvesztése szimbolikusan fáj, politikailag nehezen elfogadható, de azért döbbenetes politikai mozgástér szűkülés nem fog jelenteni annak a két frakciónak, ugye a patriótáknak és a szuverén nemzetek Európájának, aki ezeket a pozíciókat nem kapta meg. Mert a lényeg az az, hogy viszont van egy szavazati súlya ennek a két frakciónak, ami arra már elég, hogy például akkor, amikor az Európai Néppárt valamit az Európai Zöld Dealből nem akar megszavazni, akkor minden gond nélkül bármikor dönthet úgy, hogy jó, de akkor ebben a pillanatban most együtt szavazunk a komplett európai jobboldallal. És akkor onnantól kezdve kialakul egy 60%-hoz közelítő jobboldali többség az Európai Parlamentben bizonyos ügyekben, amelyekben a néppárt közelebb lesz a néppártól jobbra álló frakcióknak a véleményéhez. Tehát ilyen szempontból az európai szakpolitikák befolyásolásának a szempontjából ez siker, ez egy nagyobb erő, mint korábban volt, és igaziból attól fog függeni a törvényhozási sikereknek a mértéke, hogy a néppárt az továbbra is képes lesz eladni azt, hogy hiába ő az Európai Parlament legfontosabb és legnagyobb és leghatalmasabb és legerősebb frakciója, gyakorlatilag szavazógépként asszisztál zöld vagy szociáldemokrata vagy liberális prioritásoknak a megvalósításához. Azért a nap végén jobboldali politikát akartak, ha mérséget jobboldalit is az Európai Néppárt szavazói is. Szinte minden tagállamban, az Európai Unió szinte minden tagállamában valamilyen ilyen szándék vezérelte azokat, akik a CSU-ra szavaztak, vagy a francia republikánusokra szavaztak, vagy a svéd mérsékeltekre szavaztak, vagy a finn nemzeti koalíciópártra, a Kancellinen Kokoomusra szavaztak. Ezek azért alapvetően jobboldali szavazók. És az ő tűrőképességük nem fogja minden alkalommal befogadni azt, hogy a zöld politikák valósuljanak meg, és minden ilyen helyzethez, amikor a néppárt tagpártjai a saját tagállamaikban nehéz politikai helyzetbe kerülnek, és nem fogják tudni átvinni azt, hogy menjen át akkor inkább a zöld megoldás, hiába vagyunk mi egy nagyobb párt, lesz egy alternatív többség az Európai Parlamentben. A néppárt és a tőle jobbra álló mindenki részvételével. Ez szerintem egy borzasztóan fontos, jelentős siker, és akkor emellett meg ott vannak a számok, hogy ez 84 képviselő 12 ország 15 pártjából, és növekedési potenciál a két irányba is. Egyrészt van még néhány közép-európai párt, amelynél én azt sejtem, hogy esély lehet arra, hogy ők ide belépjenek. Ugye a lengyel PISZ-nél elég hamarosan elérkezik politikai életciklusa végéhez Jaroszláv Kaczynszki. Tehát ő 75 éves, az elmúlt ősszel azért hozott a PISZ-nek egy olyan választási, akárhogy nézzük, veresége felérő győzelmet, ugye a PISZ első párt lett, de nem alakított kormányt, ami ahhoz biztosan el fog vezetni, hogy Kaczynszki tekintélye ebben a pártban pláne magas életkorára való tekintettel már nem lesz az, mint korábban volt. A PISZ utat fog keresni, és amennyiben a Morawiecki vonal győzedelmeskedik, akkor a PISZ számos kérdésben pragmatikusabb lesz és kevésbé ideológikus. És ez megnyithatja annak az esélyét, hogy vagy részben, vagy egészben a PISZ esetleg átcsatlakozzon a patriótákhoz. Ott van egy nagyon régen húzódó kérdés, a Szlovén Demokrata pártnak a kérdése, Janez Janssának a pártja. Orbán utolsó néppárti szövetségese volt nagyon sokáig, többszörösen a bizottság által is kikezdett, volt szlovén kormányfő, továbbra is Szlovénia legnépszerűbb politikusa és legnépszerűbb pártjának a vezetője. Van az a helyzet, amikor Janez Jansa meg tudja hozni azt a döntést, hogy ő kilép az Európai Néppártból. És egy kis országhoz mérve az ő négyfős delegációja nem kicsi. Hasonló a helyzet a hat vagy öt szlovák szocialista képviselővel, ugye ők meg annak kapcsán tudnak rákapcsolódni a patriótákra, hogy a patrióták alapvető törésvonala, vagy az, ahol a patrióták a konfliktust látják az európai politikában, az ugye nem a klasszikus jobbal felosztás, hanem az európai intézményeknél több hatalmat adni kívánó föderalisták, meg a szuverenisták párharca, és
ebben a kérdésben ugyan baloldali az irány meg a hang, a szociáldemokrácia, tehát a készszlovák baloldali párt, de szuverenisták teljesen egyértelműen. Tehát ebben a kérdésben fölmerült annak a lehetősége, pláne úgy, hogy a szocialisták és demokraták visszautasították mind a két szlovák pártnak az arra vonatkozó igényét, hogy újra csatlakozzanak a saját szocialista frakciójukhoz, hogy esetleg ők ebben a frakcióban kötnek ki, semmiképpen nem most, mindenképpen, ha egyáltalán akkor az év végén vagy azután. A Szlovákiának az esetében tudni kell azt, hogy ott van még egy szempont. A Szlovákiának 2009 óta ugyanaz a Maroš Šefčovič, az Európai Uniós biztosa. Ő egy jól bejáratott, magas befolyással rendelkező, elismert, tisztelettel bíró Európai Uniós biztos, amihez hasonlóra Magyarországnak is igen jelentő szüksége volna, és Szlovákia nyilván nem fogja azzal a Šefčovič megválasztását sem, meg a jó biztosi portfólióba való kényelmes beülését sem kockáztatni, hogy még a bizottság megalakulása előtt átüljön a Renegád és a Cordon Sanitaire mögé szorító patriótákba. De ennek a három pártnak az irányába van Közép-Európa bővülési lehetőség is, és akkor emellett nem beszéltünk még arról, hogy miután a von der Leyen mögötti koalícióban nem szállt be az európai konzervatívok és reformerek. Tehát egyértelműen megbukott Meloninak az a kísérlete, hogy valamit kiszedjen von der Leyenből a támogató szavazataiért cserébe. Azért ez világossá fogja tenni az ECR számára is azt, hogy igazából politikai szövetségkeresés az ő számára jobbra lehetséges, mert mindegy, hogy mit csinál, ha fejreáll, akkor is az a helyzet, hogy a néppártól balra álló pártok őt akkor is Hitlernek tartják, hogyha Giorgia Meloni külpolitikáját nagyon nehéz megkülönböztetni néha Olaf Scholzétól, vagy Emmanuel Macronétól, vagy ha meg lehet különböztetni, akkor azért, mert Ukrajna pártibb, vagy háború pártibb, ahogy tetszik, mint az említett előbbi két vezetőjé. Hát azt hiszem, hogy az ECR megtanulta azért ebből a meccsből, hogy az ő számukra alapvetően jobbra vannak szövetségi partnerek, mindenki más esetében csak egészen megalázó díleket lehet kötni, amiből nem kap olyan sokat az ECR, mint amit esetleg jobbról kaphatna. A jobb oldal után kicsit beszélünk a bal oldalról is, hogy a bal oldalban azt láthatjuk, hogy egyfajta ilyen identitás válsággal küzd az egész nemzetközi bal oldal. Ugye a munkás réteg után a marginális csoportok eléggé hosszú folyamatban most kulminálódik, és mint ezzel az identitás változással, mint a maga bal oldal szerepe is marginálisabb lenne. Gondolok itt csak akár a magyar választások eredményeire, hogy a DK-MSZP párbeszéd klasszikus baloldali pártok gyakorlatilag már nem, hogy arról nem beszélhetünk, hogy kiegyensúlyozott váltógazdaság lenne, hanem már szinte szereplők is alig tudjuk megemlíteni őket. Azonban az Európai Parlamentben még mindig megfigyelhető egy erős baloldali, a médiában különösen egy erős baloldali mainstream. Szóval alapvetően mennyire láthatjuk a mostani választások eredménye alapján, hogy hanyatlik a baloldal, mennyire tud átlépni ezen a hanyatláson, mi lehet a megoldása a baloldalnak, hogy újra nyerekbe érezhesse magát? Hát ugye az, hogy a baloldal hanyatlik, azt így európai szinten borzasztóan nehéz volna kijelenteni. A szocialisták és demokraták frakciója stagnált ezen a választáson. Akik durván vesztettek, azok a liberálisok voltak és a zöldek. Most, hogy őket a baloldalhoz soroljuk-e, sorolhatjuk a baloldalhoz. Nagyon sok szempontból odaillenének, de én megtartanám a maga ideológiai tisztaságában a baloldali jelzőt, egyszerűen azért, mert ennek tényleg van értelme. Tehát, hogy ez én egy szellemileg igénytelen hülyeségnek tartom azokat a gondolatokat, hogy a baloldal jobb oldal szembenállást meghaladta az idő, hát a fenéket haladta meg, a tőke munka szembenállást az idő, meg azt, hogy a munkások érdekei nem ugyanazok, mint a választóké, hát mint a vállalkozóké, bocsánat. Ezek olyan dolgok, amik addig léteznek, ameddig kapitalizmus létezik. Tehát az, hogy a baloldal mint olyan egy felesleges dolog lett volna, az szerintem egy nagyon nehezen képviselhető álláspont. Én azt látom az európai baloldalon, hogy vannak olyan európai baloldali pártok, amelyek ideológikusak, amelyek valóban, ahogy mondod, elhagyták a munkáspárti bázisukat, és elkezdtek egyrészt kicsi kisebbségi csoportokkal foglalkozni, másrészt zöldetállással, meg magasztos ötletek ideológiákkal, és őket valóban elküldték nyaralni a választók. Tehát a német zöldek eredménye az egy katasztrófa. Emmanuel Macron liberálisoknak az eredménye egy katasztrófa. A magyar baloldal jóformán eltűnt. Ugyanakkor meg, ha megnézed, mondjuk Franciaországban a szocialista párt, illetőleg az engedetlen franciaországos Jean-Luc Mélenchon eredményeit, azok tisztességes eredmények. Németországban alakult egy új baloldali párt, Zára Wagenknecht körül, ami most hozta be az első érdemleges jó eredményét ezen az európai parlamenti választáson. És a szlovák baloldal is, ha megnézed, kifejezetten jól szerepeltet. Ami van, az az, hogy a klasszikus baloldalra továbbra is van igény. Tehát
Európának a munkásosztály továbbra is igényt tart arra, hogy valaki képviselje az ő érdekeiket a kapitalizmus kíméleten törvényeivel szemben, meg a vállalkozókkal szemben, akik velük ellen érdekeltek. Ez az igény, ez nem ment sehova. Azok gyengültek meg és hanyatlottak le, akik nem ebbe az irányba mentek. És szerintem, ha valamire jó ez a baloldalnak, ez az európai parlamenti választás, az az, hogy megtalálják újra maguk munkásbázisát. Mert tényleg ennél biztosabb törésvonalra a politikában nagyon-nagyon nehéz számítani, mint a baloldal jobboldal törésvonalra. Ezért nem is értem ezeket a megfontolásokat, hogy ez valahogy irreleváns volna, de hogy is. Hát ez egyik legfontosabb törésvonal a világon. Mert legitim érdek a vállalkozó érdeke is, legitim érdek a munkás érdeke is, örökké az is lesz, örökké mind a kettőnek igaza lesz valamiben, és örökké ellene fognak ezek menni egymásnak. Ennél biztosabb és egyértelmű politikai piac, mint a jobboldal és a baloldal szembenállása nincs a világon. Tehát aki megtalálja a helyét ebben, képes szuverenista és a saját munkásainak a pártján álló, a saját keresetből élőinek a pártján álló politikát folytatni, mint a szlovák baloldal vagy mint a francia, annak sikere lesz. Meg a baloldalnak van nyitottsága, épp azért, mert aki most Európába bevándorol, az alapvetően az alsóbb osztályokba, a segélyből vagy a bérből élők osztályába tagozódik be. Van nyitási lehetősége bevándorlók irányába is, akik Nyugat-Európában egyre nagyobb választói csoport. Ez látszik azon is, hogy a francia baloldal egy nyíltan palesztin párti kampányt folytatott ebben a kampányban, és nagyon sikeres volt vele a muszlim válaszoknak a körében. Tehát mindenki, aki megtalálja a klasszikus baloldali feladatot és a munkásokat képviseli, és hajlamos vagy hajlandó némi szuverenizmusra, és nem egy divat baloldali politikát folytatnak, van tovább is jövője, ezt mutatta ez az európai parlamenti választás. Itt már több fajta ilyen ellentétre mutattál rá, hogy tudjuk vizsgálni az európai parlamentet. Laikusként, hogy az ember ránéz az eredményekre, ránéz az egész európai politikára, akkor mi az az ellentét, ami alapján szerinted érdemes megfigyelni? Mert most így kapásból beszéltünk arról, hogy globalisták per föderalisták versus szuverenisták, beszéltünk jobb oldal, bal oldalról, tőkések, munkások, hogy ez mi az az irányvonal, mi az a mintázat, amit egy laikusként szintet figyelni kell? Szubjektív leszek, mert tényleg annyi a törésvonal, hogy nehéz ebből egyet kiválasztani, hogy az a legfontosabb. Az én kedvenc törésvonalam az a normativista, ideológikus képviselők vagy politikai erők és a pragmatikusok törésvonala. Nekem ez a legtöbbet mondó, mert ez az, ami valójában megmutatja azt, hogy az európai politikában egy magyar számára voltak éppen, vagy a magyar kormány számára, vagy a magyar kormány által kormányzott Magyarország állampolgára számára milyen jövő elérhető. A fontos szerintem az, hogy melyek azok a politikai erők, amelyek nem felejtették el a matematikát, amelyek mindenféle zöld terveiket, vagy külpolitikai terveiket úgy valósítják meg, hogy ragaszkodnak ahhoz, hogy annak közel legyen a valósághoz. Mert ezzel szemben sajnos vannak olyan politikai pártok, amelyek mondjuk az ukrajnai háború ügyében nem morálisan tévednek nagyot, nem igaztalan, vagy rossz, vagy illegitim dolgokat mondanak. Nagyon szép dolog azt mondani, hogy takarodjon Oroszország az agresszor Ukrajna földjéről, hanem olyan politikát visznek, amely egyszerűen köszönő viszonyban sincsen azzal a terepi valósággal, hogy Ukrajnában másfél éve nem volt ukrán katonai siker. És erre a katonai helyzetre egyszerűen nem lehet ugyanazt a politikát ráépíteni, mint amit rá lehetett akkor, amikor Ukrajna éppen ellentámadásban volt Harkov és Herszon környékén. Tehát aki képes a valósággal szembesülni és a valósághoz igazítani a politikáját, szerintem az pragmatikus. Vannak szinte minden frakcióban leszámítva a zöldeket ilyen politikusok, és velük nagyon sok mindenről meg lehet egyezni. Tehát velük alapvetően nem kell azzal számolni, mindegy, hogy milyen színezetűek, hogy ők levinnék a pokolba az Európai Uniót, és a szakadékba vezetnének bennünket. Az ideológikusok számára, akiknek fontosabb az, hogy azt mondják, hogy Putyin nem nyerhet, mint az, hogy szembesüljenek a katonai realitással az ukrán terepen, vagy akiknek fontosabb az, hogy Európa legyen okvetlenül a legelső, aki eléri a nettó zéró széndioxid kibocsátást, és nem foglalkoznak ennek az olyan külpolitikai ramifikációival, mint például, hogy ezt hogyan egyeztetjük össze a Kína politikánkkal, meg hogyan egyeztetjük össze azzal, hogy azért az európaiaknak a nap végén enniük is kellene valamit. Az ő esetükben meg félek attól, hogy ők tényleg képesek a szakadékba vezetni az Európai Uniót, és abban viszont nem vagyok optimista, hogy pragmatikus többség volna az Európai Parlamentben. Tehát vannak pragmatikus pártok a szocik között és a néppártban is, liberálisok között is, Macronnak is vannak néha egészen pragmatikus megnyilvánulásai, de azt gondolom, hogy a pragmatikusok alapvetően sajnos alul maradtak ezen az EP választáson. És ilyen szempontból nem nézek optimista szemben az Európai Parlamentnek a következő 5 évére.
És akkor beszéljünk is erről a következő 5 évről, hogy a választási eredményből, meg alapvetően most így ezekből a folyamatokból, ami azóta elindultak, mennyire lehet következtetni arra, hogy itt egy integritási folyamat indul el, vagy pedig megmarad ez a lazább, mondhatni szurrealista háló. Hogy alapvetően ugye ez egy nagyon fontos törésvonal az EP-nek, és még az is egy fontos kérdés, hogy ebben mennyire fontos szimbólum vagy szereplője tud lenni a magyar jogállamisági kérdésnek és az EU-s pénzeknek. Szóval mit gondolsz erről, hogy az integritás, vagy pedig a dezintegrációba az EU-s... integrációra gondolsz. Igen. Hogy mit gondolsz, hogy ebben... A jobb oldal mifelé fog menni a következő évben? Nem csak a jobb oldal, hanem az egész Európai Parlament jobban integránsabb lesz, vagy pedig inkább a szuverenista erők tudnak győzni. Ja, ott akkor a föderalista-szuverenista ellentét, hogy kérdez, erre voltak éppen. Hát föderalista győzelem született ezen az EP választáson. Tehát szerintem ez, ha valami, akkor ez teljesen egyértelmű. A jelenlegi bizottsági elnök mögött álló többség egy föderalista többség. És az EP, ebben egy kicsit igazságtalan vagyok, hogyha itt ezt így kijelentem, hogy föderalista győzelem született. Úgyhogy az EP azért, ha valami, akkor az EP az egy génjeibe kódolva föderális intézmény. Hát olyas valamit képvisel, ami nincsen, egy egységes európai választópolgári közeg. Ugye ez az, ami nincs. Hát ezért léteznek nemzetállamok, hogy a litvánok, a magyarok meg a spanyolok, azok ne képezzék egy természetellenes és érdekeiben nem egyező közös választói masszának a részét. És az EP az, amelynek eminens érdeke meghaladni ezeket a nemzeti határokat, meghaladni a nemzeteket. Az EP, és tényleg ez... nem a hibája neki, hanem egy tervezési jellemzője, egy alapvetően föderális intézmény. Amelyben akkor most, mint mondtam, született egy föderális többség, hát ez nem jelent különösebben sok jót a szuverenisták számára. Tehát azt gondolom, hogy anélkül, hogy az Európai Tanácsban mondjuk az osztrák választások megfelelő alakulásával a következőkben egy erősebb szuverenista blokk alakulna ki, anélkül borzasztóan nehéz lesz megállítani a föderalista nyomulást, mert az EP-ben nekik egyértelműen többségük van. Tehát a néppárt, ez az a kérdés, amiben igazából a néppárt nagyon eltér a tőle jobbra álló pártoktól, ezért merik a szájukra venni azt a szerintem mélységesen sértő és illegitim kifejezést, hogy az európai jobboldalpárti Európa ellenesek lennének, mert ugye az ő számukra az Európa ellenes az azt jelenti, hogy mindenki, aki nem abban hisz, hogy szorosabban és közösebben és integráltabban kellene irányítani az Európai Uniót. Hát mindenki, aki nem abban hisz, hogy Európa attól lesz erős, hogy több hatalma van a bizottsági elnöknek, az Európa ellenes. Ugye ezért létezhet egyáltalán ez a keretezés, hogy Európa pártért meg Európa ellenesek. És sajnos ebben az ügyben föderalista többség van. Ebből a szempontból a tendencia nagyon-nagyon egyértelmű. Ami hozhat ebben amúgy változás, az pont a bővítés. Tehát az Európai Unió összes jelenleg a bővítési folyamatban álló tagjelölt állama, Grúziától Szerbiáig, mindegy szálig olyan állam, amely valamilyen nem is olyan borzasztóan régen lezajlott, vagy éppen zajló nemzeti alapú konfliktusban alakult ki, vagy alakul ki. Tehát ha valami jellemzi Szerbiát, az a nacionalizmus, ha valami jellemzi egyébként, ezt nem veszik még észre, de majd észreveszik Ukrajnát, és akkor a szintén a nacionalizmus. Na most ezek olyan tényezők, hogyha innen akárkit beveszünk a klubba, akkor ebből nem tud más jönni egy ennyire erősen nacionalista népbevételével, bármely ennyire erősen nacionalista népbevételével az Európai Unióba, mint egy súlypont eltolódás a nacionalisták vagy a szuverenisták irányába. Tehát ha valami adhat reményt a szuverenistáknak, és nyilván pont ezért is izmoznak annyira minél gyorsabb bővítésen a szuverenisták, az pont a bővítés. Mert az az, ami ki tudja egyensúlyozni az Európai Uniós működés majd belekényelmesedett, ezzel a föderális irányítással igazából rendben lévő, többségi választási rendszerekben dolgozó, az európai struktúrákban régen integrálódott országoknak a föderalista többségét, ki tudja egyensúlyozni egy szuverenista pólussal. Még utolsó kérdésként nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit lehet az amerikai választásokról tudnunk olyan szinten, hogy ez mennyire befolyásolja majd az EU-s politikát, ugye már megemlítetted így a beszélgetés elején a háború kapcsán. Így alapvetően tényleg ilyen hatalmas nagy jelentősége van a jövő Európájának, az, hogy milyen amerikai elnök van, vagy pedig ez igazából egy ilyen politikai szimbólum, egy ilyen kommunikációs valami. Ez egyértelműen egy hatalmas jelentőségű kérdés, több szinten is. Egyrészt, bár
David Pressman Magyarországra szokta mondani, Orbán Viktorra szokta mondani, hogy szélsőségesen pártossá teszi Orbán Viktor azzal, hogy Trump mellé áll az amerikai választáson a magyar-amerikai kapcsolatokat, de valójában az egész európai-amerikai viszony is szélsőségesen pártos, mióta Trump van a politikában. Tehát mióta Trump van a politikában, azóta többé-kevésbé minden nyugat-európai vezető, jelenleg inkubás vezető, hát az nettó Trump ellen csinál politikát. És csak Közép-Európában van némi megértés a lengyelekben, a mostani lengyel kormányban is, meg a magyarokban az iránt, hogy a Trumpi Amerika is egy legitim Amerika. Ezzel azt akarom mondani, hogy azok, akik most az amerikai-európai együttműködés és a közös amerikai-európai erőfeszítések legnagyobb támogatói, azok esetleg egy Trump elnökség alatt szélsebesen válnának az európai stratégiai autonómiának a leghangosabb szószólóivá. Hát ebből a szempontból, hogy Európa stratégiai autonómiára törekszik, vagy megelégszik azzal a szereppel, hogy ő azért az Amerikai Egyesült Államoknak egy alárendelt fél ebben a transatlanti kapcsolatban, hát ebből a szempontból hatalmas jelentősége van annak, hogy olyan elnök van-e Amerikában, akit szeretnek az európai vezetők, vagy olyan, akivel nem szívesen dolgoznak együtt. Ez egyik szempont. A másik meg az, hogy miután az EU-nak nincs, lehetne, de nincs önálló ukrajna politikája, ezért bármilyen ukrajna politikai, vagy kína politikai egyébként a irányváltás Amerikában, az, ha nem is hézagmentesen, de azért észrevehetően átgyűrűzik az európai politikába. És lévén, hogy hitem szerint azért az ukrajnai háború kérdése az európai politikának a legfontosabb kérdése, ennek van a legnagyobb hatása arra, hogy Európa jövője az hogyan fog kinézni. Ha ebben amerikai politikai változás lesz, már pedig, hogyha Trump nyer, akkor lesz ebben amerikai politikai változás, hát az azért egy masszív európai politikai váltást is elhoz magával. Tehát egyszerre Európa autonómiája vagy függősége kapcsán is egy hatalmas nagy kérdőjel az amerikai választás, ebben is dönteni fog, és az Európa mozgásterét, gazdasági jövőjét, fejlődését, békéjét, jólétét, mindenét leginkább meghatározó két külpolitikai kérdés, az Európa-Oroszország viszony zárójelben Ukrajnával, meg az Európa-Kína viszony is olyan, amely értelmezhetetlen anélkül, hogy hozzánéznénk, hogy milyen az amerikai viszonyulás ezekhez a kérdésekhez. Az európai politika követő magatartásban van mind a két politikai viszonylatban, éppen ezért igazából a fontos kérdés az pont az amerikai választás ezekben a kérdésekben Európában. Tehát megmerem kockáztatni, hogy az európai Oroszország politika, az európai ukrajna politika, az európai Kína politika szempontjából az amerikai választás még fontosabb is, mint az EP választás volt. Hát akkor nagy kíváncsisággal várjuk, hogy mit hoznak az amerikai választások, és addig is Kuál Mátyás, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, a nézőknek, hallgatónak pedig a figyelmet. Köszönjük. Sziasztok. Szépen.